Sziasztok! Ti most a Ninja Warrior Hungary harmadik évadának a versenyelemzős videóját láthatjátok, és annak is a második részét, amiben a heti döntéspályának az elemzésével fogok foglalkozni. Na lássuk a medvét! Harmadik pálya, heti döntő. Ez a pályarendszer már hosszabb volt, 9 akadályból állt, és két helyen választható akadály is volt. 4 ütem trapézzal, kipörgető, táncoló talpak vagy pókember, hinta hálóval, kötéltánc vagy acéllián, nagyfal, inga, dupla X, pokoli torony. Első akadály a 4 ütem trapézzal. Itt most kötél helyett egy trapézt kellett elkapni, amit mikor ráfogtál, egy nagyot esett veled együtt, ahogy elengedte a tartómágnes, ez volt benne egy kicsit cseles. Ugye, és azt nem is mondtam még, hogy ez az emelkedős rész meglepően meredek volt, mikor odaértem, egészen meglepődtem, hogy ezen sem volt olyan könnyű felmenni. A következő akadály a kipörgető. Hát ezt az akadályt a kellemetlen akadály közé sorolnám, mivel a teljesítése után rosszul tud lenni az ember. Egyébként több fogás is van a kipörgetőn, és választhatsz, hogy hol szeretnéd megfogni. Én próbáltam minél jobban átölelni, tehát minél távolabbi fogásokba kapaszkodni, és a lábammal is erősen összezárni egészen a végéig, amíg le nem értem teljesen a lejtőn. Sőt, még egy kicsit visszafelé is pörögtem, olyan sokáig maradtam rajta, mivel biztosra akartam menni, hogy le ne essek a vízbe. Harmadik akadály, táncoló talpak vagy pókember. Na és itt jött az első választási lehetőség, amire itthon még eddig nem volt példa. Választhattad a táncoló talpakat, amivel erőt spóroltál meg az alkarodnak, ez egy ilyen rizikós, balanszolós akadály, vagy választhattad a pókembert, ami egy mászós akadály, ezzel viszont fárasztottad az alkarodat. Én az ilyen választási lehetőségeknél, ahol a balanszolás kontra a mászás van, én mindig a mászást választottam, mert biztosra akartam menni, a balanszolós akadályoktól féltem, azt mindig bizonytalannak tartottam, 50-50, hogy leesek vagy nem. Ráadásul a pókemberhez hasonló akadállyal már találkozhattam az első évadban is, ott ablakoknak hívták, ha jól emlékszem. Viszont itt jóval nagyobbak voltak a távolságok, mint az első évadban. Itt már nem tudtam egyszerűen csak átfogni a magasabban lévő peremre, hanem ugranom is kellett, ami mindig egy kicsit rizikósabb, mint az átfogás. Kicsit meg is lepődtem, hogy a peremek mozogtak közben, miközben megfogtam őket. Olyan érzés volt, mintha nem lettek volna jól felcsavarozva. Na de ezt már Renénél megszokhattuk a felkészülés ideje alatt. De szerencsére ez is simán meglett. Negyedik akadály, hinta hálóba érkezéssel. A hinta nevezetű akadálynak a méretei meglepően nagyoknak tűntek, mikor elkezdtem a lengést rajtuk, és visszanézve a képet, amit küldtek az akadály előtt lévő trambulinos ugrásomról, hát az ismeredek volt. Nagyon a trambulin végéről ugrottam el, amit akkor észre sem vettem, csak utólag, mikor elküldték nekem ezt a képet. Még szerencse, hogy elértem az első trapézt, utána a trapézon az volt a szokatlan, hogy elég nehezen és lassan, csak több lengéssel tudtam bemozgatni a trapézt, hogy elég nagy lendületet tudjak venni a következő trapéz eléréséhez. Ezután jött még egy nagy türelmes belengetés, majd ha már kellő magasságra tudtam lengetni magam, akkor jöhetett az átlengés a hálóba. Ezt a részt sokan elrontották igazából, nekem a hálóba érkezés sosem volt problémás ezelőtt, eddig mindig sikerre jártam ezen az akadályon. Előre nem láttam, hogy hol fogom majd tudni megfogni a hálót, mivel olyan gyorsan történik a becsapódás, de valahogy eddig mégis mindig összejött. Ezután jött a következő választási lehetőség, a kötéltánc vagy az acéllián. Természetesen itt is a mászó feladatot választottam, nem kockáztattam a bizonytalabbnak tűnő akadállyal. Igaz, egész sokat spórolhattam volna az erőmmel, de ez az egyensúlyozós akadály már nagyon rizikós lett volna, ráadásul az acéliánokkal is találkoztam már az első évadban. Ebben a harmadik évadban már ez az akadály is jóval nehezebb volt, mint a 2017-esben, mivel itt a végére érve még nem értél a szivacs fölé, hanem az utolsó liánon még egy rizikós és nehéz mozdulattal meg is kellett fordulni rajta, és a lábamat felhúzva elrúgnom magam a liánról, hogy át tudjam rúgni magam a szivacsra. Ebbe sokaknak bele is tört a bicskájuk. Hatodik akadálya, nagy fal. Hát látszik, hogy már jó fáradtan érkezek ide.
Na lássuk az első próbát. Így, ledbe is vertem a térdem. Bokám is jó, fáj már. Második próba. Ej, pedig meg volt. Fenébe. És itt a harmadik. Sajnos itt jött el nekem a vég. Én is nagyon meglepődtem, mivel eddig még nem jártam így, úgyhogy a harmadik pálya itt számomra véget is ért sajnos. Na de szerencsére ez is elég volt a továbbjutáshoz. Az első évadhoz képest már nehezebb pályák voltak, nagyobb távolságokkal és több akrobatikus elemmel. Úgy tűnik, hogy már ez lesz a trend, egyre nehezebb pályák lesznek, úgyhogy aki csak most szeretne a versenyzésbe becsatlakozni, annak nagyon fel kell majd kötni a gatyáját, ha lesz még folytatás egyáltalán. Az első videó elején említettem azt is, hogy beszélni fogok arról, hogy hogyan lehetett a műsorba bekerülni. Szóval tennék most erről is egy pár szót. Idén a járványhelyzet miatt nem volt nyilvánosan meghirdetve a casting, így sokan hoppon maradtak. Nekem úgy sikerült a műsorba bekerülni, hogy mivel már szerepeltem az első évados Ninjában, és ott egész jól is szerepeltem, egészen a döntő pályáig eljutottam, ezért már megvoltak az adataim a castingos team számára. Igazából én már nem is reménykedtem, hogy újraindul a műsor, de januárban felhívtak, hogy újraindul, és szeretnék-e jönni castingra. Nagyon megörültem a lehetőségnek, úgyhogy természetesen minél előbb mentem is a castingra. És ha ez nem lenne elég, ezután nagy elánnal el is kezdtem az edzést, és az egyik ilyen normafás edzésem során odajött hozzám egy castingos lány, akiről később derült ki, hogy egy castingos, és a Ninja Warrior castingjára szeretett volna elhívni. Szóval, ha valaki igazán keményen edzett, és ezt mások is észrevették, egy kis szerencsével be tudott jutni a műsorba. És végül elérkeztünk a három részes videó második részének a végéhez is. Ha tetszett a videó, és nem szeretnél lemaradni a végéről sem, akkor itt találod a harmadik részt a középdöntős futamommal, ahol azt láthatjátok, ahogy elsőként másszuk meg az egyik fiatal veszprémi mászóval, Janzsó Robival a 10 méteres párbajtornyot.